Március 23-án szombaton 9 és 14 óra között együtt ültetnek fát a Zöld Küldetés Egyesület önkéntesei és a Menhely az Állatokért Alapítvány dolgozói a Kutyamenhely kisfái telephelyén. Fásításhoz kért segítséget ősszel közösségi oldalán a Kecskeméti Menhely az Állatokért Alapítvány, erre reagálva szervezte meg az egyesület a parkosítást. Kisebb fákat fogunk ültetni a 4 játszótér köré, a játszóterekbe pedig szeretnénk olyan 15-20 nagyobb fát is ültetni. Ehhez az eseményhez létrehoztunk egy regisztrációs felületet, ahova várunk segítő kezeket, önkénteseket, diákokat is szeretnénk fogadni, akár közösségi szolgálat teljesítésére, mert az egyesületünk le tudja igazolni nekik a teljesített órákat. Az akcióhoz fa és mulcs felajánlást, illetve kétkezi segítőket még várnak. A kiültetett fák fajtáit is gondosan választják meg. Fontos tulajdonság a szárazság tűrés, de így sem könnyű a feladat. Mindenféleképpen kell végeznünk talajjavítást, illetve folyamatos mulcsolás is várható, és az első 3 évben mindenféleképpen öntözni kell a fákat, de most folyamatban van pont öntöző rendszer telepítés, és lehet, hogy ezt is adományból fogjuk tudni megoldani, illetve van egy cég, aki úgy néz ki, hogy támogatja a menhelyet ebben, de öntözés nélkül már nem tudunk fákat ültetni, ezt így el kell fogadnunk. A cél, hogy néhány év alatt a Menhely és környéke kellemes, ligetes részekkel tegye szebbé a négylábú lakók és az ott dolgozók életét.